Egy 8 éves friss kanca, jelen pillanatban pocakos, január 8-ára van meg az elési ideje neki, január 8-án lesz neki csikója, nagyon nyugodt, bával lovagóba, hivatalosan nem lovagoltatunk, ugye már ahhoz szakképzett ember kell ahhoz, hogy ugye lovagoltasson, ugye papírok kellenek hozzá, képzés, mindazok ellenére gyerekeket beszoktuk hozni hozzá, néha egy-két gyereket fölteszünk a hátára azért, hogy egy-két fotót csináljanak a szülők. Fajtájára ítélve nyugodt, nem rúg, nagyon szerint állatok, mindenkinek ajánlom, ezek mind hollandok. Uh-huh. Ő a csődör, amelyik ott van a másik oldalt. Uh-huh. Ő a csődör, ő meg megint egy kanca, ő egy barak típus, holland fríz, az meg egy sport fríz, amelyik ott van a másikban, ő is pocakos most jelen pillanatban. Ő neki augusztusban lesz kicsinye a másiknak. Rengeteg sárgarépát kapnak a körmükkel kapcsolatban, ugye az kell nekik. Kapják az abot téli időszakban, nyári időszakban. Nem nagy mennyiségben, mivel nincsenek dolgoztatva, csak egy serpenyőre valót kapnak. És az mellett rengeteg szénát kapnak. Lucernát nem adunk nekik, mivel rengetegben a fehérje is ugye nincsenek mozgatban, meg nem is jó a frizeknek a lucerna, úgy, mint a másik igás lovaknak. Ugye azoknak jó, mert tele van tápanyaggal. Ő nekik a körmükbe belemegy, és akkor patai irhagyoldást kaphatnak.